Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam, Rab Árpád, jövőkutató. Szép napot kívánok. Jó napot kívánok, és kezdjük is mindjárt azzal, hogy mi is az a jövőkutatás, mit csinál egy jövőkutató, és kik veszik igénybe a tudását kicsit mindannyian azok vagyunk, hiszen tervezzük az életünket, vagy gondolkodunk a világon. Maga a jövőkutatás, ez tudományos módszert annak összessége, ahol igazából forgatókönyveket vádolunk föl. Tehát nem egy fix jövő van, hogy megmondjuk a tutit, ami létezik egy barátságban nézve, ha valamit így csinálunk a jelenben, akkor egy olyan forgatókönyv várható, ha úgy, akkor egy olyan. És igazából megnézzük a jövőt, hogy melyik forgatókönyvek léteznek, és visszajövünk a jelenbe, és megpróbáljuk úgy alakítani a jelent, hogy a jövőben a jó forgatókönyvek érvényesüljenek. Én az üzletnek dolgozom nagyon sokat, tehát cégeknek adok tanácsokat, hogy sikeresebbek legyenek, de a sokkal fontosabbnak tartom a társadalomtudományi tevékenységemet. Ez múltbéli eseményeknek, történéseknek az elemzését is jelenti, és a jelenkori folyamatoknak, most ha maradjunk a gazdaságnál, vagy társadalompolitikai folyamatoknak is, ez lehet demográfiai folyamat, szociológiai folyamat, munkaerőpiaci viszonyoknak az alakulása, és így tovább, és így tovább. Tehát ezeknek az elemzését jelenti, hogy ez a tendencia öt év múlva, tíz év múlva valószínűleg ide vezet, és ennek ez is ez lesz a következménye? Igen, igen, pontosan így van. Egyrészt a múltból sokat kell tanulnunk és meg kell becsülnünk. Másrészt a jelennek az a megértés, hogy pontosan mi a fontos, ami a jelenben zajlik. Rengeteg adatunk van, én 14 iparágat elemzek, ezeket teszem egymásra, és sokszor az a nagyon izgalmas, hogy minden iparág saját magát figyeli, de hogyha mellé teszünk egy másikat, mondjuk akár egy gyógyszergyár mellé, egy közlekedési adatokat, akkor még jobban megértjük a jövőt. Nekem az a célom, hogy feltérképezem, mondjuk tíz év múlva milyen kihívások állnak előttünk, és hogy tudjuk azokat megoldani. A hallgatók egy része biztos, hogy megkérdezni, hogy akkor esetleg egy Jövőbeni recessziót, vagy egy komoly konjunktúrát is tudna prognosztizálni, vagy azért ez, ez egy merész feltételezés? Vannak ilyen nagyobb bívű gazdasági megközelítések, például a kondratseff hullámok, amik 50 éves ciklusokban jeleznek előre ilyen válságokat. Ö Alapvetően azért az 5-10-15 évre lehet jól látni a kemény változókat, például a demográfia, vagy a hőmérséklet alakulása, vagy a vizek alakulása, vagy a munkaerőpiac alakulása. És akkor ezeket egymás mellé rakva kb. 3-400 változóból egy ilyen helyzetképet tudunk felírni. És igazából nem is az a. Kult szerintem, hogy megmondjuk, hanem az, hogy mi a megoldás felé. Most mondok egy példát: hogyha Magyarországon 10 éven belül megnövekszik az átlaghőmérséklet nyáron, viszont a magyar társadalom 25%-a 65 év feletti, akkor már most el kell fejleszt kezdeni fejleszteni a technológiákat, amikor élhető idős létet segítik a magyar társadalom részére. Márpedig ez egy reális opció, hiszen már egy 15 évvel ezelőtt készült a Kárpát medencére vonatkozó felmérés, ami a kárpát medence klímaváltozását elemezte, az azt mutatta, ez volt a legfontosabb állítása számomra, hogy sokkal előbb érezzük itt a Kárpát-medencében a klímaváltozásnak a következményeit, és sokkal nagyobb mértékű az extremitások és nagyobbak lesznek a Kárpát-medencében, mint Európa más részén. Tehát előbb leszünk szenvedői, szenvedő alanyai a klímaváltozásnak, mint Európa más részein élő polgártársaink. És hát az elmúlt tíz év lényegében ez bizonyította, igazolta. Igen, hogyha látunk például ilyen adatokat, hogy a szélsőséges időjárási körülmények száma meg tehát több vihar, akkor mindjárt egy egy építészet vagy épületipar számára ez egy információ, hogy úgy kell építkezni. Vagy hogyha azt látjuk, hogy nyáron magasabb az átlaghőmérséklet, hőmérséklet, az viszont azt is jelenti, hogy egész évben kicsit mediterránabb, akkor viszont lehet, más növényeket kell termeszteni, vagy akár a kertészetekben másokat árusítani. Ezek összessége kiadja azokat a kihívásokat, amik lesznek az emberek előtt. Az nem lehet, hogy ne menjenek ki a hőség miatt, akkor mit csináljunk? Szórjuk tele klímával a várost, és azzal még egy környezeti problémát csináljunk, vagy organikus házakat építsünk, vagy vagy nem tudom, közösségi tereket, vagy akár virtuális világokat, hogy az emberek is sem menjenek, szerintem ez a legrosszabb. És a jövőkutatásnak ezek nagyon sok ága van, nagyon sokan foglalkoznak vele, Magyarországon a, a Magyar Tudományos Akadémiai kiváló szakterület szakemberei vannak. Vannak, akik főleg az egészségügyel, vannak, akik a közgazdaságtannal, én a társadalom és a technológia viszonyát szeretem feszegetni ha a társadalmi helyzet vagy szociológiai helyzetet nézem, akkor a következő dilemmában vagyunk. És nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Az emberiség létszáma nő, ugye az Európára nem igaz, Magyarországra sem igaz, de világviszonylatban az emberiség létszáma nő, a föld erőforrásai végesek, ugyanakkor mégis pazarlóan élünk. Az erőforrásokat elpazaroljuk, legyen szó földről, levegőről, vízről, ásványagokról, úgy gazdálkodunk velük, mint hogy csak korlátlanul rendelkezésünkre állnának. Mi a kiút? Ez korú nagy dilemája. Az emberiség amúgy mindig igyekszik előre, ugye, hogy mindenki minél hosszabban, egészségesebben és boldogabban éljen. Ez egy természetes, és vannak különböző korszakok. Az elmúlt száz évben nagyon sok életminőségjavító javító gépet gyártottunk, és mellé tettük a fogyasztói társadalmat, és a nagyon sok sikert hozott el. Megdupláztuk az élettartamunkat, egy gazdagságban élünk viszont. Valóban, ahogy mondta, egy zárt rendszerben a nevű bolygó, elkezdjük felélni az erőforrásokat, most egy befelé növekedés, egy hatékonyság növekedés kell legyen. Az, hogy azt úgy, annyit és akkor használjuk föl, amire szükségünk van. Meg kell osztanunk az erőforrásokat, és igazából a technológiák, az internet, az okostelefon valójában ezért jöttek létre, hogy jól tudjunk együttműködni idegenek és egymás között, hogy ne pazaroljuk ennyire az erőforrásokat, mert ezt már nem tehetjük meg. Hadd gondoljam tovább, vagy hadd mondjam tovább akkor ezt a, a dilemmát. Az egyik talán előadásában vagy a podcastjában szerepelt az, hogy a mostani generáció, a mai élők generációja legsikeresebb, hogyha azt nézzük, hogy a létminum alatt élőknek a száma hogyan változott csak az elmúlt 40 esztendőben. Na, engem is meglepett a szám egyébként, hiszen ma 14 a él a világ népességének létminum alatt, ez 40 évvel ezelőtt még 80 százalék volt. Tehát van egy jelentős életszínvonal változás, javulás. Ugyanez igaz az oktatásra is, tehát jóval képzettebb a mai élő generáció, mint akár csak a 100 évvel ezelőtti, gondoljuk csak az analfabetizmusnak a felszámolására és a magasabb színvonalú oktatási intézményekben tanulók létszámának növekedésére. Ez is jó hír. De ugyanakkor ez a generáció mint hogyha elkényelmesedett volna. Tehát hogyha a legekben gondolkodnánk, akkor mintha a legelkényelmesedettebb lenne, a legmanipulálhatóbb lenne, a legindividualistább lenne, a legönzőbb lenne. Eljes ez a társadalmi karakter? Igen, igen, mind a kettő igaz. És uh, ugye azt tudjuk csinálni, hogy igyekszünk a jó felé, de ezek ilyen csúszkák, kevés az olyan trend egyébként, ami egyértelműen pozitív vagy negatív. Itt az van, hogy egy szolgáltatás alapú, nagyon kényelmes világot létrehozunk, ahol az üzlet azt mondja, hogy én már tudom helyette, mit szeretnél, megmondom, hogy mit vásárolj, egyre kényelmesebben élj, alá teszek minden. Hogyha hagyunk magunkat belekényelmesedni, akkor tényleg egyedül csak szolgáltatásokon keresztül érzékeljük az életet, és nem figyeljük azt, hogy mondjuk az útvonal tervező merre visz, csak egyszerűen használjuk. Nem foglalkozunk azzal, hogy milyen híreket olvasunk, mert valaki tudja és letette elénk. Nagyon pontos, hogy a technológiát Technológia önmagában semleges, csak az ember számít, az ember a legfontosabb, viszont a technológiát használni kell. Ha van egy ügyem, kérdésem, feladatom célom, azt mondom, hogy ezt most meg akarom oldani, akkor használom a technológiát. Ha csak hátradőlök, és hagyom, hogy a technológia használja engem, akkor termékké válok. És valóban ez a trend, hogy egyre. Könnyebb termékké varázsolni az embereket egy vásárlási körbe vagy buborékokba zárni, ez egy nagyon nagy kihívás, amit szabályozó hatóságok is dolgoznak rajta, a tudatosságot is fejleszteni kell, illetve etikai szempontok is fellépnek. Az egy jó dolog, hogy most már választhatunk. Ha van egy ügyünk, amit meg akarunk oldani, meg tudom oldani offline, online, ilyen módon, olyan módon, de azt, hogy melyiket választom ki és hogy használjuk, ez pontos. Ez az embereknek a magasabb tudatossági szintjén, tehát ez a, az, az oktatás aktiválása, kérdések aktiválása, az látszik, hogy minél több gépet használunk, annál fontosabbak az emberi alapértékek, az önismeret, vagy a kíváncsiság, vagy a tisztelet, vagy az alázat. A nyelvemen volt, hogy most megkérdezem, hogy biztos, hogy látta a The Social Dilemma című filmet. Igen. Ugye, ami ezt a problémát járja körül egy család történetébe ágyazva, hogy három gyermek, szülők hogyan élnek és hogyan idegenednek el egymástól, és hogyan válnak rabszolgáivá az internetnek és a közösségi médiának. Egy fantasztikus film, ami ráadásul ugye játékfilm és dokumentumfilmnek a keveréke, hiszen a nagy tech cégeknek a kiábrándult vezetői nyilatkoznak arról, hogy milyen óriási veszélyt jelent, és ez egy elég régi film, tehát nem most készült az internet és a közösségi média. De az előző gondolatra visszatérve, hogy milyen személyiségegyeket, milyen tulajdonságokat érdemes őriznünk, és mi az, amire építhetünk, hogy ne termékké váljunk. Az egyik előadásában azt mondta, hogy elveszítettük a katred, katedrális építő képességünket ez kapcsolódik ehhez a gondolathoz. Ez nekem nagyon megtetszett ez a katedrális építő képesség, és utána kifejtette, de én most nem akarom elvenni a kenyerét, hogy mit értett ez alatt? Azt értettem ez alatt, hogy a, a jövőbe vetett hitünk, vagy a következő generációknak adandó dolgaink, vagy a felelősségünk következő generációk iránt, ez valahogy a mostani pont azért, amit nem említett az önzőség, individualizmus miatt, mint a csökkenne. Annó középkorban most nagyon leegyszerűsítve belevágtak egy csodálatos katedrálisba, akkor tudták, hogy ő nem fogja látni, csak a következő generáció, vagy akár három-négy generáción keresztül építkeznek. De ez nem akadályozta meg őket, és csinálták. Nagyban tudtak gondolkodni, a hittek valamiben, és létrehoztak valamit, ami több náluk, és most meg a technológiát úgy tűnik, hogy nagyon sok esetben csak ilyen szórakozásra, nemre kényelemre használjuk, ahelyett, hogy most nagyon nagy lehetőségeink vannak világ megváltoztató épületek, technológiák, járművek, űrkutatás területén, és valahogy úgy elengedtük ezt egy kicsit. Szeretném, ha visszanyernénk ezt a hitet magunkban, meg abban, hogy olyat hát létrehozni, ami, ami nem biztos, hogy én azonnal élvezem holnap vagy holnap után, hanem valaki tíz év múlva. Tehát ezt a jó néhány száz évvel ezelőtti a középkorból, de még korábbról is származó tudást, képességet, ambíciót, kellene erősíteni akkor magunkban. Én azt gondolom, ez megvan egyébként talán mindannyiunkban, de valóban engedünk a csábításnak, és a könnyebb utat választjuk, elkényelmesedtünk, vagy legalábbis a generációnk egy jelentős része elkényelmesedett. Leszűkült az időhorizontunk. Kicsit zavarodottan bánunk az idővel egyrészt. Mindig egy kicsit a holnapban élünk. Nem a pillanatot élvezzük, hanem már a jövő heti naptárat nézegetjük, vagy az egyéb múlva dolgokat tervezzük, vagy a holnapig, Másrészt pedig nem azt gondoljuk, hogy, hogy minden új, ami most van, sose volt még ilyen, nem tekintünk vissza már sok évre visszamenőleg a történelmi hagyományunkra mondjuk, vagy nem szeretnünk a jövőbe messzebb nézni, hanem csak azt, hogy most a ma vagy a holnap problémáit oldjuk meg, és igazából a holnap után feladatait is most kell megoldanunk. Igen, de van ebben egy technológiai önhitség is talán nem. Tehát azt gondoljuk, és ezt egyébként nagyon sokan, ha már visszatérünk mondjuk a klímára, az úgynevezett geomérnökök és a geomérnökség próbálja ezt elhitetni velünk, hogyha előidéztünk egy problémát a gazdasági életben, a vegyipari tevékenység során, a gyógyszergyártásban, bárhol, akkor azt majd egy másik, ilyen a klíma is egyébként, a klímaváltozásnak a felerősítése, felgyorsítása, azt majd egy másik technológiai megoldással, egy másik innovációval fogjuk orvosolni. E, tehát, ahogy azt szokták mondani, népjesen kutyaharapást a szőrével. De ez a fajta technológiai önhítség, én azt gondolom, e, nem megalapozott, mert nagyon sok veszélyt, jelent, veszélyt rejt magában. A, ez a geomérnökség, amiket én olvastam ötleteket, hogy hogyan kellene mondjuk a klímaváltozás ellen védekezni, és hogyan kellene, mit, ke mit kellene a levegőbe szórni ahhoz, hogy a napsugarakat visszaverjük a világőrbe, és kevesebb is a földfelszíre, engem nagyon riasztanak. Túlságosan kockázatosnak, nem kellően kipróbáltnak, nem kellően teszteltnek, gondolom, sok-sok veszélyt egy magába. Lehet, hogy sokkal több kárt okozunk, majdnem biztos vagyok benne, hogy sokkal több kárt okoznánk, mint amennyit hasznot hajtana ez. Mit gondol erről? Egyetértek abban, hogy ezek nagyon sokszor öngerjesztő folyamattá tudnak válni. Tehát amikor valamit önmagával oldunk meg, akkor egyre többet, egyre nagyobbat használunk belőle, és akkor megint ott vagyunk, hogy egy pazaló módon. Én nem azokat a mondjuk úgy projekteket szeretem, amikor mondjuk teliszórjuk napelemmel az űrt, vagy építünk egy hatalmas falat, hanem azokat szeretem, amikor technológiával meg tudom osztani az erőforrásomat, mondjuk üresen áll a parkoló, meg egész nap, mert én dolgozom, közben kiadom egy idegennek, ketten használtunk egy parkolóhelyet. A vizemmel okosan öntözöm, én az okos közösségekben, az okos együttműködésekben hiszek, amik legtöbbször nagyon alacsony szintű technológiák az ilyen robusztusokhoz képest, és mégis működnek. Igazából azt próbáljuk meg elérni, hogy ami régen működött, az ismerősök vagy közös közösségeken belül a kalákák, most idegenek is meg tudják csinálni. Nem kell annyi autó, mert beszállok egy idegen autójába, és elvisz egy bankinken szolgáltatások, vagy autó megosztó. Ezek sokkal jobban szeretném. Van, amit robusztus technológiával lehet megoldani, de valóban túlzásba visztük, és azért is, mert, mert még mindig fejünkben van ez a növekedés alapú, sok pénz generáló nagy iparágak, és a technológia ugye persze, hogy előre megy, azt mondja, hogy még többet használj belőlem. Igen, ugye a technológiai önhítségnek egy logikus következménye, hogy azt hitetjük el, próbáljuk elhitetni magunkkal, hogy lényegében legyőztük a természetet. Legyőztük és legyőzzük a természetet. Először is szerintem az állítás nem igaz, nem győztük le, nem is lehet legyőzni, és nem is kell legyőzni, hanem együtt kell élni vele. És én azt gondolom, hogy pont a Covid-járvány bizonyította azt, hogy ez a fajta önhitség az hova vezet, hiszen ugye pontosan tudjuk, hogy azért van esély a Covid-járványhoz hasonló újabb járványok kitörésére, mert egyszerűen nem tartottuk tiszteletben a természet szabályait, elhódítottunk területeket, hagytuk, hogy azok a vírusok, amelyek eddig elszigetelten léteztek valahol a világban, azok egyszer csak elkezdjenek terjedni, az emberre is átragadjanak, és a világ más részén is megjelenjenek. Tehát a természetet nem legyőztük, és nem is kell legyőznünk, hanem békében kellene együtt élni vele. Igen, ezt a, ez a gépi civilizáció, ami elhozta nekünk tényleg ezt a jólétet, hogy olyan luxusban élünk, nem tudom, összkomportos lakásokban. Ez elkezdtük eltávolítani a a természetet, mintha ez egy legyőzendő ellenféle, ami tényleg szerintem is nagyon súlyos hiba. Tehát lebetonozni, eltüntetni a természet, ez egy kis virág az én biztonságos lakásomban, ahol már a levegőt is perc, ez nem működik, szerves részei vagyunk. Ez a saját szobánk. Nem lehet az, hogy szétverem a szobát, és utána kényelmesen akarok benne élni. Tehát a következő korszaknak ez a nagy kihívás, azt kell megoldanunk, hogy újra visszaengedjük egyébként az emberi természetet is magunkban, és a természetet meg kell menteni egyébként amúgy, is, és ezért mondtam azt, hogy alá. Ezt felejtettük el. Tehát ez az arrogancia, ez amit említett, ez, ez nagyon fontos, mert, mert pontosan győzelem az, hogy elpusztítom a környezetemet. Ez nem lehet győzelem. A korábbi adásban már idéztem Gábor Dénes, de amit mondott, az megint eszembe jutatta. Több mint 60 évvel ezelőtt mondta a következőt, ugye Nobel-díjas magyar tudósról van szó. A következőket mondta, és még egyszer mondom, több mint 60 évvel ezelőtt, az ember eddig a természettel küzdött. Mostantól a saját természetével kell megküzdenie. Így van. És ez több mint 60 évvel ezelőtt mondta Gábor Dénes, tehát a probléma már akkor is érzékelhető volt, és azóta szerintem a helyzet csak rosszabb lett. Tehát ezt szokták divatos szóval mondani, hogy szemléletváltásra van szükség. No de, visszakanyarodva a jövőkutatáshoz, akkor félnünk kell a jövőtől, vagy azt inkább el kell képzelni? Mindenképp inkább a második eleve ez a katedrális építő képesség, hogy megálmodunk egy jövőt. Sokan eleve szerintem félni butaság. Ha fél az ember, beszűkül a tudata, rövid, gyors és rossz döntéseket hoz ha bízunk a jövőben, akkor most megvan az emberiségnek a lehetősége, erőforrása arra, hogy megoldja ezt a helyzetet. De az azt kell, hogy elképzeljük azt, hogy pontosan mit szeretnék. Nagyon sokan kiengedik a kezükből, hogy hát ezek itt történnek, én úgyis csak egy vagyok a 8 milliárdból, én semmi se vagyok. De hát hogy az álmaink nélkül az nem fog működni. Tehát el kell képzelnem, hogy én egy nem tudom, egy ö, növényekkel teli, ilyen-olyan szobában akarok élni, ahol egészségesen akarok közlekedni, és akkor, el, akkor elkezdem használni ezeket a szolgáltatásokat. a belülről nem változunk meg, nem fogalmazunk meg a céljainkat, akkor megint csak termékek vagyunk. Itt ez a szemléletformálás vagy változás, ez amúgy megy. Látszik, hogy a társadalom igyekszik erre felé. Tényleg egyre tudatosabbak vagyunk, csak nagyon gyorsak a változások. Még 20-30 évvel ezelőtt is még a nők szavazó jogairól beszéltek egyes országokban. Most igaz, van, hogy egy, egy ilyen Globális szinten kéne gondolkodni, meg kell érteni azt, hogy amit én csinálok, az hat egy, nem tudom, kínai ember életére, vagy a brazil elnök fajítási programja, meg az én életemre. És ez nagyon nehéz egyet megugrani. És szerintem igyekszünk, gyorsan változik az emberiség, csak kérdés, hogy elég jól megfogalmazzuk a vágyainkat. Igen, és... vagy az előző, hogy most már nem az a kérdés, hogy a nők szavazata joga biztosította -e, hanem hogy a mesterséges intelligencia révén hogyan manipulálják egyébként a választási lehetőségeket, és hogyan befolyásolják ilyen módon a választásoknak az eredményét. De erről egy következő adásban szeretnénk majd részletesen beszélni, mert a, az előző kérdéshez kapcsolódik, hogy, hogy azt kérdeztem, hogy félni kell a jövőtől, vagy el kell képzelni, azt mondta, hogy inkább képzeljük el, és e, legyen vízjunk, én ezzel egyetértek, akkor logikus a következő kérdés, hogy alakíthatjuk a jövőt, vagy alkalmazkodnunk kell, vagy mind a kettő? Mindenképp alakítjuk de mindenképp alkalmazkodnunk kell. Ebben nagyon jó az emberiség, egy alkalmazkodó faj vagyunk. Az a jó, hogy hát az alkalmazkodás belülről fakadó motivációkon alapul, és nem ránk kényszeríti mondjuk egy technológiai környezet, vagy egy szabályozás, mert akkor mindig egy ellenkezés van. Én azt gondolom, hogy most az elején nagyon sokat fogunk alkalmazkodni, hiszen gyorsan változik a világ, viszont mindenképpen azt sose felejtjük el, hogy mi alakítjuk a jövőt. Ez most nem egy ilyen divatos tag, hanem tényleg így van. Nincs egy, 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 egy leírt jövő. Az van, ahogy mi viselkedünk. Életünk apró és nagyobb döntéseig összegződnek, és ilyen szempontból egyébként a kihívásokkal teli környezetben vagyunk, másrészt megvan az eszközkészletünk hozzá. A legtöbb forgatókönyv azt mutatja, hogyha ha tényleg okosan csináljuk, és, és, motiváltan is mondjuk építjük a katedrálisainkat, akkor lehetséges, hogy, hogy, ez jól fog elsőni. A, az előbb ugye egy e, fél szóval már szóba hoztam, ez a demokrácia vagy digitális diktatúra, és van egy generációs paradoxon, amiről szintén beszélt e, egy korábbi talán podcastjában. Úgy szólt a, a, az állítás, hogy az idősek számára az internet egy butaság. Az idősebb generációk legalábbis egy része számára, vagy többsége számára. A fiatalok pedig digitális rabszolgává váltak, tehát az volt a következhetése, hogy meg kell tanulnunk kételkedni. Meg kell tudnunk őrizni a kételkedés képességét. Én ezzel egyetértek, de azért a kérdés ott van, hogy de hogyan? Miközben egyébként egy információs cunami zúdul ránk. Igen, viszont ö, azt sem feledjük el, ezeket mi használjuk. Megint csak a mi tudatosságunkon múlik, ki lehet kapcsolni, lehet szortírozni. Én azt szeretem, bár én tényleg nagyon szeretem a technológiát és a digitális kultúrát, ezzel telik az életem, de minél inkább a fizikai terekbe visszahúzni az embereket, ahol látom a problémát. Tehát amikor azt kell megoldanom, hogy nem tudom, a szabolcsi alma termesztőknek hogy legyen öntözése. És akkor egy ilyen problémával foglalkozok, amit látom, a környezetemben van, és ahhoz szedem össze a technológiát. Amikor megfogható valami, van egy élettapasztalatom, amikor kérdéseket tudok feltenni, tehát nem az egész világ problémáit kell megoldani, ez a globális helyzet, tehát a globalizációs problémák lokálisan jelentkeznek, Tehát az másokat segít, hogy a fizikai térben látom azt, hogy többféle ember van. Látom azt, hogy ez a város zsúfolt, a közlekedésen javítani kell, és ez a technológia, mondjuk lecsökkenti az autók számát. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a józan paraszt nagyon sokat segít, nagyon könnyen elengedjük. Minél több emberrel jó beszélgetni, mert az emberekkel jó beszélgetni amúgy is jót tesz a társadalomnak, és utána behozni a digitális térből információkat. Mindig kell tudni, el kell tudni dönteni azt, hogy mikor kell tudatosnak lenne. Nem kell életem minden pillanatában tudatosnak lenne, mert az nagyon fárasztos, nem is kell. Most az, hogy éppen melyik zeneszámot hallgatom az autóban, szinte mindegy, de az, hogy hol veszek föl lakáshitelt, az nem mindegy. Tehát tudnunk, hogy melyek azok a döntések, ahol viszont rászánom az extra időt és körbe kérdezek. Én a, én a fizikai terek és a digitális terek összefonódásában látom a jövőt, nem szeretném azt, hogy mi teljesen ilyen digitális környezetből tájékozódjunk vagy gondolkodjunk. A beszélgetés vége felé hatkanérolódjak vissza az első kérdéshez, az, hogy azt kérdeztem, hogy mit csinál egy jövő kutató, és kik veszik igénybe a szolgáltatásait, tudását. Alapvetően az üzleti szférának dolgozik. Joggal adódik a kérdés, hogy mi volt a legjobb prognózisa. A második pedig, hogy mi volt a legnagyobb tévedése, ha egyáltalán valaha is ezt mérlegre tette már. Az internetnek, az információ szerzésre gyakorolt hatását, hogy az mennyire megváltozhatja a gondolkodásunkat erről, ezek voltak, azok, amik leginkább bejöttek, és látom, hogy működnek. Az, hogy amiről most beszélünk, hogy mennyire más a világ, ez 20 évvel ezelőtt így, 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 így lehetett, tudtam mondani, hogy tényleg például buborékok, a többi ez lőtt És az, az elektronikus egészségügyi e-health területén lett, jóslataimban bízom még nagyon. Azok, 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 nagyon, nagyon úgy mennek, ahogy így előre számolható volna. Tévedni nekem egy fájdalma van, én a közösségi médiának azt a mély beágyazódását én azt mondtam, hogy nem lesz ilyen erős. Tehát uh, itt Magyarországon a Facebook, máshol más, én azt gondoltam, hogy ez hamarabb uh, vissza fog szorulni, vagy jobban a helyére fog kerülni, és jóval mélyebben változtatott meg minket, mint én azt előre terveztem, vagy nem én terveztem, hanem jeleztem előre. Itt uh, nagyon, és pont ezekhez a dilemmákhoz vezet vissza, amit említett, hogy, hogy egy technológiának a sikere, vagy, a, vagy az kerülnek előtérben, én azt lebecsültem. Most már tudom, hogy nem, és már évek óta így kezelem, de valamiért úgy gondoltam, hogy ez nem lesz ilyen mély. Én azt gondolom, hogy érdemes ezt a kérdést akkor a mesterséges intelligencia kapcsán tovább boncolgatni, de ezt már egy következő adásban tegyük meg. Úgyhogy arra kérem a kedves hallgatókat és nézőket is, hogy maradjanak majd velünk, pontosabban Térjenek vissza hozzánk, mert egy, a következő adásban Rabárpáddal, akinek most megköszönöm, hogy a jövőről, illetve a jövő kutató dilemmáiról és munkájáról beszélhettünk, a következő alkalommal csak és kizárólag a mesterséges intelligencia hasznáról és veszélyéről fogunk beszélgetni. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Köszönöm, hogy itt lehettem.